Tudsz olvasni? Persze, hogy tudok. Szerinted hülye vagyok? Nem, csak eddig nem túl sok 6 évessel akadt dolgom. Képregény? Jobban szeretem az üzleti rovatot. Érdekelne, mi van a tőzsdén. Mi? Csak viccelek. Ismered? Kit? Azt a lányt. Nem, dehogy. Miért? Nyáladzol. Nem nyáladzom. Szereted őt? Túl kicsi vagy, hogy tudd, mi a szerelem. Nem igaz. Ó, tényleg? Mi az? Ez. Edd meg a reggelit. Arra gondoltam, hogy miután végeztünk az evéssel, elmehetnénk a parkba, játszhatnánk a kutyákkal. Jól hangzik? Elnézést. Szüksége van erre a székre? Nem, vidd csak el. Itt a névjegyem. Hogy hívják? A nevem Holly. Hol van a mamád? Ja, ő Kanadába ment a lökött barátjával. Csak így itt hagyott egyedül? Ne legyen bútus, a barátommal vagyok. Harrisonnal. Kissé idősnek tűnik hozzád. Nem úgy értettem. Ő csak vigyázz rám, tudja, amíg a mami visszajön. Ha ugyan visszajön. Miért ne jönne vissza? Persze, hogy visszajön. És őt hogy hívják? Ő itt Bogeló. Hé, úgy látom kedvel. Édes, mivel foglalkozik? Tessék? A munkája. Miből tartja el magát? Titkárnő vagyok, tudod, gépelés, kompjúter, semmi izgalmas. Van barátja? Miért akarod tudni? Nincs különösebb oka. Nos, nincs. Nincs barátom, és nem is tervezem a közeljövőben. Keserűnek tűnik. Igen, így is lehet mondani. Lassan indulnom kell. Örülök, hogy megismertem. Én is nagyon örültem, Jenny. Mivel adtam névjegyet, adna maga is egyet? Ha netán titkárnőre lenne szükségem. Oké. Adok egyet, ha megígéred, hogy nem mutatod meg másoknak. Majd felhívom. Együtt ebédelhetnénk. Viszlát! Szervusz!